Csehország 2023 és 2025 között évente 20 millió dollár segítséget fog nyújtani Ukrajnának. A segélyprogramot, amelyet a külügyminisztérium, valamint az ipari és kereskedelmi minisztérium dolgozott ki közösen, szerdán este hagyta jóvá a cseh kormány. Közölte Jan Lipavski külügyminiszter a prágai kormány ülése utáni sajtótájékoztatón. A pénzügyi támogatással humanitárius, illetve Ukrajna háború utáni stabilizációját és átalakulását segít, Programokat finanszíroz Prága, míg cseh cégek Ukrajna újjáépítésébe kapcsolódnak be. Elemzők arra számítanak, hogy Ukrajna a jövőben Csehország stratégiai partnerévé válik. Prága és Kiev együttműködése kölcsönösen előnyös lesz mindkét fél számára. Csehország október 25-től megtagadja a Schengeni övezethez tartozó országok által kiadott turista vízummal rendelkező orosz állampolgárok beutazását az országba. Csehország ezzel csatlakozott az Európai Unió több más tagállamához, amelyek megszigorították az orosz állampolgárokra vonatkozó beutazási szabályokat.